A Cikói Általános Iskola fennállásának 150. évfordulója alkalmából jelentett meg könyvet az intézmény vezetése. A másfél évszázad alatt az egykori diákokról, tanárokról és az intézményről készült képek is helyet kapnak a jubileumi kiadásban. Walterné Nagy Erika, a Cikói Percelmór Általános Iskola igazgató helyettese elmondta, több ember munkája dicséri a könyvet, hiszen az évek során rengeteg anyagot és képet kellett feldolgozni. A jubileum ünnepléshez hozzátartozik egy megemlékezés is, amire június 3-án kerül sor. 2021-ben lett volna 150 éves, de ugye a Covid miatt nem tudtunk semmit megtartani, és az idén szeretnénk. Többféle dolgot is kitaláltunk, az egyik az, hogy egy jubileumi könyvet készítünk az iskoláról, mégpedig nagyon érdekes felépítéssel, lesz egy rész az iskola történetéről, aztán lesz egy olyan rész, ahol a volt tanárok, illetve volt diákok emlékeznek meg az iskolában töltött éveikről, aztán lesz egy olyan rész, ahol képek és emlékek jönnek elő, illetve lesz egy olyan rész, ahol elmeséljük, hogy milyen programjaink vannak, rengeteg képet tettünk bele, és hát igazándiból ez az egész összefogja az iskolának a 150 évét. Nagyon érdekes volt a dolog, ahogyan összegyűjtöttek ezeket a képeket. Ugye ősszel megkértük a falusiakat, illetve a volt iskolásokat, hogy küldjenek nekünk képeket. Nagyon-nagyon régi képek is bejöttek, nagyon sokat segített nekünk az önkormányzat is, és rengeteg olyan eszközt is küldtek, amit egyébként régen használtak. Ebből jött az ötlet, hogy lesz egy jubileumi műsorunk június 3-án, és akkor tartsunk egy kiállítást is, amit az iskolában használtak, azt mind ki szeretnénk állítani, illetve lesz egy olyan, hogy a régebbi igazgatókat, polgármestereket meghívjuk, és akkor tartunk nekik egy kis előadást, és elmeséljük az iskola történetét, meg hát egy kicsit így emlékezünk. Úgyhogy jelenleg ott tartunk a könyvvel, hogy összerendeztük a fejezeteket, és minden a helyén van most már. A képeket is beillesztettük, és elküldtük a nyomdának. Úgyhogy körülbelül egy 3 hét múlva megkapjuk a végleges kiadványt, és fogjuk látni, hogy hogy néz ki, és ha minden rendben van, akkor mehet a nyomdába is kinyomtatják. Molnár Józsefné, Cikó polgármester elmondta, örül annak, hogy a környező településekről is egyre többen érkeznek diákok az iskolájukba. A kisebb létszámú osztályoknak köszönhetően a tanári gárda nagyobb figyelmet tud fordítani egy-egy diák fejlődésére. A településnek mindig is szívügye volt a Cikói Általános Iskola, valamint az óvoda is, hogy fent maradjon. Nagyon fontos, hogy az itt élő gyerekeket helyben tudjuk oktatni, ezért nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy továbbra is fent maradjon az iskola, illetve az óvoda is. Egy kisebb létszámú falusias, családias hangulatú ez az iskola. Nagyon kiváló pedagógus gárda van, német nemzetűségi az iskolák, és úgy gondolom magas színvonalon oktatják a német nyelvet az iskolánkban. Nagyon nagy jelentőséggel bír, hogy itt 1-8. Osztályig működik az iskola. Úgy tudtuk fenntartani a mai napig ezt, hogy a környékbeli falvakból is érkeznek ide óvodás, illetve iskolás gyerekek. Grábocról, Mőcségből, Bátapátiból szállítja az iskola busz az óvodás és az iskolás gyerekeket, illetve sokan Gonyhádról is kihozzák a gyerekeket, mivel ott nagyobb létszámú osztályok vannak, ezért vannak szülők, akik inkább idehozzák. Így tud fennmaradni a mai napig az iskolánk. Majd hozzátette, folyamatosan igyekeznek fejleszteni az összes intézményüket, amik a gyerekek nevelésében játszanak fontos szerepet. A tavalyi évben készült el az ebédlőépületünknek a helyreállítása, ott volt egy pincetömedékelés és egy épületsüllyedés, ami helyre lett állítva. Terve van még az iskola nyílászárók kicserélése, de figyeljük a pályázatot, hogy mivel tudnánk ezt megoldani. Az önkormányzatnak és az elkötelezett tanári gárdának köszönhetően olyan meghatározó fejlesztések zajlottak az iskolában, amik továbbra is vonzóvá teszik azt a diákok számára.